Ez a millás a 90.9 Jazzy Rádion. Megnézzük a lapok, mivel indulnak. Kérlek a szépen egy óriási breaking van. Mindent elmond a magyar sajtó, hogy jelen pillanatban milyen téma bőséggel küzd a következő világgazdaság. hogy azt mond. mond. Című adó és induló és legnagyobb anyaga arról szól, hogy egyre több területen használ robotokat a törlei pincészet. Persze, mert ilyen nanorobotok egyesével rakják bele a buborékot a pesgőbe. Igen. Valami ilyesmi vizionálok, de egyébként nem erről van szó. Töretlenül nő a prémium kategóriájú pesgők iránti kereslet és a borforgalom. Ezt mondta a lapnak az ügyvezető igazgató. A társaságot a vírus második hulláma rosszabbul érintette, mint az első, de üzemi eredménye csökkenő árbevétel mellett is nőtt mert számos kiadását visszafogta. De hol állat. vannak a robotok? Mindjárt nézem. Lehet, hogy ilyen palackforgató robotok ezek, mert ugye azokat időnként meg kell forgatni. A szőlőtábla területének mérésétől a szennyvíz tisztító üzemének irányításán át a beérkező rendelési kezet kezeléséig alkalmazzák a digitális technológiát. Ja, akkor nem, de majd azt is föltalálják, ide, a bor, vagy a palackforgató robotot. Ha más Igen. nem, majd én. A napi.hu a kötvénypiac kizöldüléséről ír, idehaza történt ez, persze nyilván máshol is, mert ez egy világtrend a zöld kötvényeknek az elterjedése. Egy éve jelent meg az első hazai vállalati zöld kötvény, és azóta tíz cég lépett a piacra, és lassan eléri -e a 300 milliárd forintot az ilyen hitelpapírok volumenne. De mi is ez? A zöld kötvények kibocsátói, azok azt mondják, hogy az értékesítésükből, mármint a kötvények értékesítéséből befolyt forrásból, hogy meghatározott környezetvédelme szolgáló a klímaváltozás hatásait mérséklő, fenntartható célokat szolgáló beruházásokat hajtanak végre. Ezt vállalják tehát. Az első ilyen fecske, egy évvel ezelőtt a CPA Hungary Kft. volt egy ingatlanos cég, 30 milliárd forint névértekű hitelpapír dobott a piacra, de azóta már egy csomóan vannak uh, ingatlanfejlesztők, uh, üdítőitalosok, papírgyárosok, autókereskedők és baromfi feldolgozó cégek is, meg még sokan mások. Úgyhogy ez most éppen szárba szökkent ez a pénzügyi termék. Napi lehet részletesebben olvasni a zöld kötvényekről. Tegnap nyilvánosságra került az éghajlatváltozás kormányközi testület betűszóval IPCC-nek egy jelentése. 33 éves szervezetről van szó. 7 évvel ezelőtt csinált egy átfogó elemzést a klímaváltozásról, most a legfrissebb tudományos eredményeket közzétéve arra jutottak, hogy köszönjük szépen, a klímaváltozást nem sikerült megfékezni. Mindez idáig, tehát eddig akármit csináltunk, nem jött össze. Számos folyamat az eddig, folyamatot egyébként az eddigieknél jóval részletesebben mutatnak be, ám a legszomorúbb tanulság, hogy a korábbi észrevételeit ismétli a jelentés, sőt az éghajlatváltozáshoz vezető folyamatok további romlásáról is beszámol. Egyre több időjárási szélsőség, szárasság, tűz, özönvíz, esőzés, áradás egyértelműen az emberi tevékenységnek köszönhető az IPCC szerint. Hát ez a jelentés nagyot ment a sajtóba, kicsit darkra hangolva ezzel a ma reggeli cikkeket, mert ilyesmit mindenhol fel lehet lelni. A portfólióhu egy egymás után ma reggel az egyik a robogunk, az apokalipszis felé kérdést teszi fel, a másik pedig arról ír, hogy pár éven belül pokoli helyé válhat a föld, úgyhogy aki túl hevesen, túl dinamikusan, túl jó kedve az itt vissza tud venni ebből, hogyha ezeket a cikkeket Nem, Nem akarnám ne. <coughs> Tehát az elmúlt időszak egyik, hanem a legjobb címlapját hozza a Bors, ahol a következő szalakcím fogadja az olvasót, forron csókolja új szerelme a TV2 kapujában Marcs Egy kép is van itt, és hát ezzel gyakorlatilag előtték az összes muníciót, mert hogy leírják, hogy mi van a képen, mert tényleg forron csókolja a szerelmét a TV2 kapujában. Körül, igen, körülbelül igen. ez ennyi szokott lenni, tehát ez nem gondolom nekem Nyilván olvasó, szemfüles olvasó, <laughs> riporterünk igen, le. Azt nem tudom, hogy ki járkál az utcán a TV2 előtt, és ki az, aki így megállt, de ezek a bulvárlapokban van ilyen, hogy amikor nem akarják nyilvánosságra hozni, hogy adott esetben maga a celap küldte be a fotót a igen, szerkesztőségnek, igen. akkor azt mondta, hogy egy olvasó, riporterünk, együtt. olvasó riporterünknek sikerült megörökíteni igen. a forró csók jelenetet, természetesen jár érte a tízezer forint. Tehát, hogy... igen. Tehát, én egyszer olvasó riporterként bekerülhetnék a magyar bulvár médiába, hogy mondjuk lefotózzuk a kántorta, hogy félmeztelenül füvet nyír, vagy nem például, tudni, Például, igen. Hát nézd egy ilyen fotó alkalmatossággal a nyakadban, bár most már ugye a telefon is meg megteszi. Járd a várost. Hát ezt csinálod, az, az én még Marsi meg egyéb celebritásokat csókolozni. Én így semmilyen De hát, hogy az mert úgy mert. nem tűnik fel, hogy megáll az utca, a járdán, tehát most ott vagy épp a szerelmeddel, és nagy megy a lamúr, meg a romantikus, így nem tűnik fel, hogy egy vadidegen meg a járdáról mobiltelefonnal. Hát csak szólnék, hogy haló. Hát... hát... nem, hát most aki nem az a vicc, ugye, hogy a telefonban, a, vagy kézzel a telefonban, nem, telefonnal a kézben, ugye manapság bárki bármikor csinálhat egy képet, nem feltétlenül fogod észre, hogy ő épp képet csinál, főleg, hogy leveszi a hangját is, nincs az a zárhang, akkor perséggel kivitelezhető, de ezek nekem is gyanúsak. Hogy... De ez még csak az egyik gyöngyszem a mai magyar <laughs> Na, sajtóból, a másik nem az, nem... hogy hogy sikerül átpolitizálni a kenyér árát. No, hát az Mert ugye a magyar nemzet arról ír egy, egy cikkben a címlapján, hogy a magyar családoknak megfizethetetlen, brutálisan emelkedő élelmiszerállakkal kampányolnak a baloldali pártok. Erre ugye a magyar nemzet azt írja, hogy tény, hogy sok élelmiszerára emelkedett, a folyamatot ugyanakkor a világpiaci kereslet és kínálat mozgatja, a mértéke pedig nem kiugró. Hát, Kérdés, a aki mostanában bevásárolt, az nem tudom, hogy egyet tud-e, és tud-e azon Igen, vasolni, hát Venezuelához ilyen... képest csekély, elenyészi az áremelkedés mértéke, nyilván nem kiugró, de van, amihez képest meg igen. Például az elmúlt időszakhoz. És azt képest. nem tetszik-e tudni, hogy odakint dollárba, meg euróba számolnak, miközben a mi forintunk, meg ugye dollárban és euróban is mennyit gyengült? Igen. Az lehet, hogy dollárban, meg euróban nem kiugró a növekedés, de a forint gyengülésével együtt meg igen, és talán az inflációs adatokat is ideolóznám, ha nagyon kekeckedni akarnék, de nem kekeckedek. Jól van. Akkor szerintem itt. Ö itt vágjuk el a fonalat. Hát nekem, nekem ennyi. A népszavát még ide no. húznám, mert megváltozik van, a Gellért-hegyi tájkép állítólag, mert megkezdődött a gellért egy sikló engedélyezése. A pálya nyomvonalán 12-20 méter széles sában kivágnak fákat, minden beruházás így kezdődik, de személy hozzá, és ez megváltoztatja a tájképet, a hatás tanulmány szerint a helyszín tájkép és természetvédelmi területen található, része annak a budai látképnek, amelyet az UNESCO 87-ben a világörökség részévé nyilvánított. Meghallgatták a köznépet is, a veszélyhez a az érintettek személyes megjelenése nélkül. A kormányhivatal szerint a nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett. Mikor kell közmeghallgatást tartani? Nyáron. Hát nyilván. A legnagyobb szomorúság Nyilván, idén. nyilván, amikor senki nem elérhető. Na akkor még egy a 24.hu-ról egy kis tudomány. Evés közben jön meg az Így alatt. van, egy kis méhlegelő, gyors talpaló, mi a baj a budapesti méhlegelőkkel, teszi fel gyötrő kérdését a szerző. És hát az egyik az ugye, hogy azt azért ilyen tudatosan szép vadvirágokkal tarkítva, kéne létrehozni, még virágmaggal, magkeverékkel is meg támogatva, és egy kicsit itt nálunk összecsúszott a gazzal a méhlegelő, tehát hogyha nem vágjuk le a gazt, akkor azt, azt mondjuk, hogy az méhlegelő. Ez okozhat problémát. Ugye a nagyvárosokban első nagyon jutnak ezek a virágmagok természetes módon, tehát ezt igenis valahogy rá kéne segíteni ennek a létrehozására. Uh, úgyhogy erről lehet a 24hu olvasni. Na van-e még? Kifogytam. Akkor zenélünk.